Éppen most jöttem ki a ITM-ből, a minisztériumból, a zebra minimummal kapcsolatos tárgyalásról. Most a zebra minimumnak a finom hangolásán dolgozunk. A vakok és gyengénlátók szövetségével tárgyaltunk arról, hogy hogyan lehetne nekik is segíteni a közlekedésben. Egy már használt ötlettel fog kibővülni a zebra minimum, a gyengénlátók és a vakok ezentúl egy készülékkel fogják tudni irányítani a gyalogos átkelőhelyeket, a zebrákat, hiszen gondoljatok bele, hogy amikor éppen sárga jelzéssel van, tehát mindig csak sárgán villog az autósoknak a lámpa, akkor a gyalogosok semmilyen információt nem kapnak, ám de hogyha kezükben van egy készülék, amit hogyha megnyomnak, akkor elkezd működni a lámpa, akkor már ők is könnyedén és jól tudják használni ezeket a gyalogos átkelőhelyeket. Hihetetlen módon örülök, hogy már itt tartunk ebben az ügyben. Jó érzés számomra, mint országgyűlési képviselőnek, hogy végre egy olyan dologba vehetek részt, ami látványos és az embereknek az életét, szó szerint az életét, életkörülményeit javítja. Remélem, hogy még több és még jobb dolgot fogunk bevezetni minél hamarabb.